a két lövöldözésről nyilván együtt kell beszélni. Az első az tegnap előtt volt, akkor körbe ment futótűzként terjedt a közösségi médiában az a hír, hogy már nem csak a határban, tehát nem csak az erdőben vagy a lakott területeken kívül, hanem konkrétan az utcákon lövöldöznek egymásra a migránsok. Eltérő, eltérő hírek jelentek meg ezzel kapcsolatban. Olyan híreket olvastunk első körben, hogy bementek udvarokba, amely aztán be is igazolódott, hogy valóban így történt. és sebesültet aztán bevittek, és aztán perceken át a késő esti órákban, tehát még egyszer elmondom, ez hétfőn késő este történt, lődöztek egymásra automata fegyverekkel. Később aztán megérkeztek a rendőrségi egységek is. Ez hajdújáráson volt, hajdújárás szélén, a helyiekkel beszéltünk, és természetesen félnek. Aztán a tegnap esti történésekre reagálva, 9 óra környékén jelentek meg az első hírek arról, hogy megint csak lövöldöznek. Ez már nem. Ö egy az egyben Hajdújáráson, hanem hajdujárás és Palics között zajlott. Itt is több olyan erdő rész van, olyan erdősáv, sáv, ahol meghúzódnak egyébként a migránsok. Az egyik kollégánk is egyébként a közelben lakik, és ő számolt be róla, hogy gyakorlatilag nem csak hétfőn és nem csak kedd este volt itt lövöldözés ebben a, ebben a, ezen a szakaszon, illetve ezen a területen, hanem már hetek óta zajlik. Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a vendégem. Jó estét kívánok, jó, kívánok. ahogy hallottuk az iménti tudósításból, egyre több ilyen incidens lövöldözés van a szerb-magyar határon. Hatóságilag ezeket meg lehet előzni? Ugye ezek szerb területen vannak, ott a magyar hatóságnak nincs joghatósága, tehát nem, nem tudunk föllépni hatóságilag. Ha határ kerítésen átjönnek, ha magyar területre lépnek, akkor már van lehetőségünk, hogy eljárjunk, de természetesen a szerb társhatósággal együttműködve figyelemmel kísérjük a túloldali történéseket. Itt az információink szerint különféle afganisztáni csoportok, egymásra szemben álló csoportoknak a fegyveres összetűzéséről van szó. Ez az egyik csoport, ez egy egy pihentető tábort tartott fent, ahol aludni, pihenni, fürdeni, étkezni lehetett a határsértőknek, mielőtt a határhoz vitték őket. A másik csoport kísérletet tett ennek az elfoglalására. Ebből lett a, a, konfliktus, ami ebben új volt, hogy ez, a a egy része lakott területen történt, másrészt, hogy rálőttek a kiérkező rendőri erőkre is. Ez a kettő dolog eddig még soha nem fordult elő, levegőből lőttek, egymásra lőttek, de hogy a rendőrökre vagy a helyi lakosokra veszélyt jelentett volna, eddig ez ilyen, ilyen jellegű tevékenységet nem tapasztaltunk. Ez megint csak nyomatóikosítja, hogy ezek a csoportok, ezek a bűnözői csoportok hozzák a határa a, a migránsokat, akik megpróbálnak illegálisan ismeretlen személyazonossággal bejutni. Ez a... Az a fegyveres jelenlét, a határ fegyveres megközelítése, a határon nem csak emberek, hanem esetleg fegyverek átjuttatása is, ez súlyos veszélyt jelent a határtérség és ezáltal a magyar terület belső biztonságára, ezért nyilván a magyar hatóságok ezt feszes figyelemmel kísérik, és mindent megteszünk, hogy ez ne csapjon át a határa. Ugye a magyar kormány 2015 óta kiemeltem figyel a migrációra, illetve az embercsempészek visszaszorítására. Most az elmúlt években már uniós szinten is azt halljuk, hogy az embercsempész szervezeteket, csoportokat meg kell szüntetni. Valahogy viszont az esetek egyre inkább növekednek az ilyen jellegű incidensek. Az Unió mennyire tud segíteni egy-egy tagország esetében, hogy fellépjenek az embercsempészek ellen? Ugye az embercsempészés ez egy rendkívül jövedelmező üzletág, tehát itt milliárdos nagyságrendű árbevételekről van szó, és mindaddig, amíg ez a bizonyos Európai Unió migrációs politikája egy ilyen, hol ezt mondjuk, hol azt mondjuk, tehát most vol, korábban voltak nyilatkozatok, hogy a külső határt őrizni kell, most hirtelen elkezdtek tárgyalni, Tunéziával talán meg is állapodtak, és ezt folytatni akarják, tehát tulajdonképpen rábírni, rá gondolnak arra, hogy talán rá lehetne bírni kibocsátó és tranzitországokat arra, hogy őrizzék a határt megfelelő pénzügyi ellenszolgáltatásért, ezek eddig is sikertelenek voltak. Az, hogy emellett készül a migrációs menekültügyi paktum, eléggé előre haladott, sőt, merem azt mondani, hogy kapkodva készülő a három szereplő, most a parlament, a bizottság és a tanácsaparátusa folytatja a jogszabály előkészítését. Ennek a kapkodó, gyors kézbevétele és gyors átpörgetési kísérletei, amelyeket érzékelünk a kinti követségünk részvételve tartott tárgyalásokon, azt gondolom, hogy annak is szólnak, hogy szeretnének egy kész helyzetet teremteni a jövő várható új választási kampány hogy tehát lehessen új megoldásokat felmutatni a választópolgároknak, hogy mégiscsak tettek valamit ahhoz képest, hogy nem tettek semmit. Mi kevésbé látunk rá az előkészítési folyamatra, de ön azt mondta most, hogy elhamarkodott, kapkodó ennek a. a Mondjuk úgy, hogy szokatlan, a, szokatlan, szokatlan Ez azt is jelenti, hogy nem komplex kezelési folyamatokat dolgoznak ki? É, igyekeznek többfajta technikát bedobni, tehát hogy részenként elfogadtak ami talán mindenki számára elfogadható, és a kényesebb kérdéseket későbbre tolni. A Magyarország és Lengyelország az a két ország, aki ebbe a migrációs kérdésbe konzekvens politikát képvisel. Olaszország tett kísérletet egy nagy nemzetközi konferenciát hívott össze a hétvégén éppen, amelyik a migráció, az embercsempész és a tengeri útvonalon történő bejutások megelőzésével voltak kapcsolatosak. Nyilván egy más téma, itt most Magyarországot, ha, ha, nézzük, hát a mai adatok 97 ezer hatásért, meghaladta 97 ezer, és 622 embercsempészt fogtunk el, tehát eléggé intenzív korábban napi 300-as átlagot, most már azt lehet mondani, napi 400 fős átlagos határsértők is, hát ezek között aztán vannak kiemelt jelentőségű irányok, például ez, ahol a lövöldözés volt, ugye ásott ásathalom, van, ahol nem ritkák az 50-60-70 fős csoportok elfogása sem. Kicsit más téma, de ide kapcsolódik, ugye megjelent a sajtóban, hogy kevesen vannak a határvadászok, nem éri el a célszámot sem az ő létszámuk. Mi ennek az oka? Nincs elég jelentkező, nem, nem megfelelő nagyon, a közel... Nem, nem tudom, hogy milyen célszámról írt ez az újság, én is olvastam. Ugye... Az, hogy akik bekerülnek, mondjuk most például mondjuk jelentkeznek 2000, és ebből 1200 fő az, aki alkalmas egészségügyi vagy egyéb más okokból, hát azt gondolom, hogy egy rendvédelmi szervez bekerülni hivatásos fegyveres szolgálatra azért joggal várja el a lakosság, hogy akár az egészségügyi, akár a biztonsági, közbiztonsági garanciái meglegyenek az ő későbbi rendőri tevékenységének épp ezért ott viszonylag sokan kiesnek, és van egy százalék, amelyik a szolgálat megkezdése előtt már az iskolán úgy ez egy itt, hát ez mégse erre gondolt ő, nem neki és aztán van olyan, aki pedig már a szolgált közben leszerel, jelenleg nem gondolnám, hogy ez valami fajta feladat végre hajthatatlanságot, vagy aggályos biztonsági helyzetet keletkeztetne, megfelelő létszámmal rendelkezésre állnak a határvadász és rendőri erők is a határon. Nincs szükség arra, hogy ahogy a korábbi években a magyar honvédség erőit a határak bezényeljük. Ez azt is jelenti, hogy akkor a határvédelem biztosított. A határvédelem műszaki, technikai, jogi és személyi feltételei adottak. Ugye ebben a, az összeállításban egyébként azt is lehetett olvasni, hogy a bérezést nem tartja mindenki megfelelőnek. Lehet-e arra számítani, hogy ezen az irányon változtatnak, vagy újabb ösztönzőket vonnak be annak érdekében, hogy minél inkább kedvet kapjanak az emberek jelentkezni? Hát nézd, aki mondjuk egy határvadás szolgáltra jelentkezik, és 400 ezer forintos fizetés a kezdőfizetése, én megítésem szerint ez megfelelő megbecsültséget sugal. É, nyilván é, senki soha a saját fizetésével nem elégedett, Jaj, mindenki úgy gondolja, hogy ő neki több pénzt kellene keresni. Az országnak vannak gazdasági lehetőségei, és hát ezek a lehetőségek nem egyszerű helyzetben vannak a háborús körülmények okán, de nem egyszerű helyzetet keletkezhet az sem, hogy az Európai Unióból nem érkeznek meg azok a pénzek, amelyek akár a pedagógus béremeléshez, akár az ország gazdasági fejlesztéséhez nélkülözhetetlenek lennének. Bakondi György, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.